Az az igazság, hogy is mondjam, hogy üde és jó út lenni, élvezett végig a filmeket, és azt hiszem, hogy ti is élvezitek. Tehát a saját magatok alkotását is. Tehát amit én tegnap mondtam, hogy a Tudi is ma, hogy öröm. Tehát miért érdemes csinálni? Azért, mert jó csinálni, azért, mert az egész egy olyan fajta kielégülést, egy olyanokat a jó érzést okoz alkotónak, nézőnek, hogy az ember szereti, hogy az ember életében ilyen fajta percek, pillanatok, órák előfordulnak. Hát ez idegnek nagyon jó. Egy fokozat. Na, igen. Tehát végigmennék, hogy ki mi, hogyan, kiről mi a véleményünk röviden. Ha valaki kéri, akkor egy kicsit hosszabban is belemegyünk, és majd a távolítás reményeink szerint a végére értünk, megjön az oklevél is, és akkor már írják az okleveleket. Úgyhogy aki nagyon siet, az mondjuk szerintem egy negyed óra múlva megkapja, és akkor ide jelent. Ha valaki nagyon siet, akkor előre majd. De meg kell várni, amíg behozzák. De én azt gondolom, hogy érdekes dolgokat tudnánk elmondani közösen tapasztalatáink, hogy addig megvannak a sárkak. Igen, most nem tudom, hogy tegyük az elejük, tehát a kecskemétiek itt vannak. Igen, még itt vagyunk. Igen, hát akkor kezdjük. Jó, én azt mondtam, hogy ahhoz képest, hogy ez az első kísérletünk, volt benne egy ötlet, egy olyan ötlet, ami mondjuk másnak itt nem jutott az eszébe, hogy megnézni, hogy a többiek mit csinálnak. Tehát ezért jöttek, nem? Abszolút, hogy igen, és hogy az otthonjátán be tudjuk mutatni, hogy körülbelül. És én azt gondolom, hogy ezt sikerült teljesíteni, és az volt a jó benne, hogy éreztem, hogy ennek van egy vége ennek a filmnek. Még akkor is, hogy olyan, most lehet, hogy egy egyszerű ember azt mondaná, hogy hát ez olyan átlagszerű hagyományos befejezés volt, de nekem nem. Tehát ahogy ült fent azon a kis, nem tudom minek, mászókán, és ahogy mondta ezt a szervusztok, sziasztok, nekem nagyon jó volt, mint befejezés. Tehát volt valahol vége ennek az egész filmnek, mind a mellett még azt hiszem, hogy sokat kell tanulni, de hát ezért jöttek, hogy tanuljanak. De szívből gratulálunk, tehát azt gondolom, hogy valamennyinek ez a része így tetszett. Én csak annyit mondanék, hogy ez tényleg az inspiráció, igen, ez a kis jelenet, és mivel kicsérni sokkal kellemesebb, mindenféleképpen azt szeretném megemlíteni, hogy bár első filmként született, nagyon szép vágóképek készültek, arra kellene figyelni, hogy a kameramozgatás, a sok zoomolás, ami zavaron lehet felhagyni, de voltak nagyon szép képek a filmben. Sőt, úgy örültem is volna, egy kicsit kitartják a képet, mondjuk tart a kastélyon, és itt elmehetünk így képítve, hogy csak elmehetünk Én nagyon csodálatos dolgok vagyok a kastélyon. Nagyon szerették, én szerintem a Gyuri többi tagja is, hogy ha többször látták titeket, tehát gyertek. Van fantázia a csoportban. Én egy-két hogy is van, kritikai dolgokat is mondanék, hogy ha valamit be akarunk mutatni gyorsan, tehát, és az ráadásul mozog, és hogy is mondjam, hogy van célja, vagy valami azt a szituációt meg akarom mutatni, akkor mindig közelket is kell venni. Tehát nem lehetetek közelebb menni a forgató csoporthoz. Ez egy kicsit zavaró volt, mert állandóan távol tartottátok magatokat ettől a dologtól, ami tár. Tehát nyugodtan, amikor valaki ilyen, akkor nem tudom, látjátok-e a hivatalos iradó, vagy nem tudom, kicsoda, aki éppen akar valamit egy forgatásról tudósítani, az egészen közel oda megy a forgató operatőrhöz, vagy a színészhez, szóval a jelenethez közel kell lenni, de természetesen ezek olyanok, hogy a jobbítás szándéka beszél belőle. És igen, arra is gondoltam, hogyha valaki itt soha nem volt közületek, illetve ott oda-haza meg akarja tudni, hogy ez micsoda, és milyen ez az egész, akkor egy picikét hiányzott nekem, hogy bevegyenek a kastélyba.
egy picikét, legtöbb ennek ott voltak. Akkor ott pillanatnyilag nem ez utólag, hanem ez megfordult, hogy az lemaradt, de jó, igyekszünk. Jó, akkor nektek is megfordult ez a fejetek, az nem rossz. Igen. Úgyhogy én ezekkel a módolatokkal gratulálok, és majd ezt meglátottak a részt. Köszönjük szépen. Akkor megint én folytatom, Álfalva és a pénz, szerintem tök jó volt az ötlet, és nagyon jól össze lett szedve minden, amit lehetett a pénz körül. Tehát ami a pénz körül forog, az benne volt ebben a filmben. Azon gondolkodtunk, hogy viszonyítsuk el a korábbi filmetekhez ezt a történetet, és tudtuk. És ha valamikor lehet egyetlen kritikaként hozni, akkor talán éppen ez volt. Tehát, hogy valami olyasmit hoztatok, amit már egyszer igen megcsináltatok, és akkor tök jó volt. Most is jó volt, de valahogy azt éreztem én legalábbis, hogy az előző filmhez képest egy nagyon pici továbblépést lehet, hogy lehetne még szerettek ebben a filmben. Közhelynek halmoztak ezek a szólások, mondások, és ugye a pénznek nincs szaga, és akkor ez a nagyon jó ki volt talán, mondom, minden pillanata, élveztem. Ha ezt levetítenék egy közszolgálati csatornán, jó terülnének az emberek az ötleten, hogy több képileg is jól kell dolgozzak, de valami plusz hiányzott bele, nem tudom, hogy mi. Bennem ez maradt meg hiány, ezeket minden mellett pedig szívből gratulálok, mert ha valami ötletről beszéltünk, hogy mi lehet az ötlet, hát például egy 100 forint is, igen. De azt hiszem, majd Peti elmondja, hogy a végét ő hogy képzelte volna el. Tehát mert én a végét nem éreztem a filmet, tehát az, hogy megint ott megpörgött a százas, az nekem valahogy nem tetszett befejezésként, de... Hát a szabad, hogy mit csinált az előtt képzelem, mert nyilván szükség hív. Egy dologra azért még én is olyan megpróbálom a figyelmet, jó volt, hogy ez így egy szűk két emberből tartva, és nem volt személyhez kötve, nem volt szereplőhöz kötve, hanem csak a jelentését próbáltam, hogy meg a kérdezés módulatokkal kihozni. Ami a Tibor utal, az pedig az, hogy ugye nagyon jól jött ki, hogy a végén, az utolsó előtti jelenetből, hogy kinyitott a kép, és egy eléggé drámai képet látunk a temetőben, és tulajdonképpen drámai is mondatok vannak a végén, ami úgy az előző közhelyekhez képest nem közhely. Egy nagyszerű város, egy nagyszerű színész találtatok hozzá. Talán szerencsésnek volna, hogy úgy indul a film, mert kinyílik egy tenyér, és beletanulva a pénz, hiszen ezzel éri teremtő kapcsolatot. És ha kinyitott tenyér ott a végén, akkor a szívére helyeztek között, hogy a fonákját láttuk. Ez is ráerősített volna, hogy most nem egy közhely, hanem ez egy nagyon-nagyon komoly vonalat, és minket tetszem a vonalat. Utána visszaestünk egy picit. Ott volt egy ilyen katarzis szerintés, és ezek valamit a pillanatban, hogy az utolsó összeszemben még nem bírtam, hogy kihagyni, hogy nem szerintesebb a filmet. Én azt mondhatom, hogy én is nagyon gratulálok, de ez egy kicsit, de egyes kis rész, kis etű, az gyakorlatilag egy kis etű, egy kis film a pénzzel kapcsolatosan. Igen ám, de amikor tudom, hogy már a második, harmadik kis etűnél a néző is kapcsolódik, hogy hoppá, keszvény megyező kötődik katolik is. Tudnak-e valamilyen ívet húzni ebben? Tehát, hogy valahogy ennek egy ilyen íve legyen, hogy mitől folytatódik, és ezt még hiányoltam. Tehát ezek önmagukban nagyon-nagyon jó kis etűnök, de hiányoltam ezt az ívet. Ez az egyik. A másik, a vége nagyon tetszett, hogy ugye ahol a szívetek ott a kincsetek, és ez a temető, amit említett a Péter, ez nagyon szép volt, de ott van valami nekem is hiányzott. Tehát ez az ív nyilván, hogy nem volt eleje, nem volt szar, ez nekem hiányzott. És még egy, hogy nagyon jól kihasználtátok azt a alig meglévő hang helyzetet, ugye, hogy amikor pörög a 100 forintos, annak mindig egy ilyen erős hangja van. És nagyon szépen kijött, hogy a pénznek valahogy ezt a kevésbé csengő, de olyan furcsa hangját kihoztátok. Nem tudom, hogy ez direkt vagy nem direkt, de ez nagyon szép volt. Tehát gratulálunk. Köszönöm. Lehetünk tovább, szerintem. Igen.
Rám is jött a választások, míg én kezdek, mondjam, hogy Szerdahely mennyi kéne című alkotás. Nyersanyag, akkor éppen ezt mondom, de közel nem beszélhetünk filmről. Tehát ahogy én a kollégámnak is elmondtam, nagyon-nagyon vontatott volt, vágás nélkül, hosszú snittek, türelmes, lassú, de szép képbeállítások, nagyon szépek voltak. Elmondtam az uratnak, hogy nekem a vége tetszett a leginkább, tehát amikor a két fiatalember kiment a kapcsolatban, megálltak az útszélén, elnéztek szinte egyszerre jobbra, majd elnéztek balra, talán még maguk elé is meredtek egy kicsit, aztán egyötletileg elindultak balkész felé. Nekem végig a filmen a mennyi kéne, a képzelték volt egy amerikai popfesztiválon zenéje ültetett bennem, és próbáltam hozzátenni, nem jött össze. Tehát ez a menni kéne, ez a, valahol az ember, akkor azt mondja, hogy menni kéne, mindig menni, és a többi, tehát valami ilyesmi, nem jött össze nekem a cím meg a film. A gondolat az gyönyörű, és nagyon jól játszották el a szereplők is, tehát ebből a vágással ki lehet hozni egy parádés dolgot, tehát ugye majd hozzátok a maguk véleményét, nekem tehát tetszett a dolog, de nincs kész. De nem is az a célja ma annak, hogy kész legyen a film, hanem majd a szemlére. Ja. Én nagyon szeretem a filmet, és lehet, hogy azért szeretem a szép filmet, és gyönyörűen komponált, vagy a gyönyörűen szerkesztett volt, aki nem láttam, de engem meggyőztek. Bár igaz az a fajta része, hogy mennyire funkcionált filmként, az egy másik történet. Kicsit valóban olyan szóikus hangulatba kell kerülni, hogy ez élvezni tudja. Még egy dolog viszont nem tetszett, ahogy a nézőpontot változtatás a kamerával, azért mindenféleképpen szerintem dicséretes volt, hogy egy nagyon szép térjelmet teremtettetek azzal, hogy nézőpontokat látottatok, érkezik, eltávolodik, tehát volt egy nagyon szép tere a képeknek. A másik meg, hogy a padon ülő férfi, ahol készült kép, az nem akarok toposzat fejlődni, de ha az aranymencés valami, akkor az volt. Gratulálok, az egy gyönyörű képek volt, én nagyon szeretem. Egyetértek Tiborral, hogy ez lehet, hogy nagyon ügyes, nagyon szépen van fényképezve. Csak még valami tették hozzá, hogy kijött itt valami olyan, amit egy állapotban, egy olyan életérzés, ami beteteg van. És azt én azt gondolom, hogy 5 év után, hogy majd ezt mondjuk ki ez a fajta életérzés, ez az egyik élet. Most én azt érzem, hogy ő nekik nem ez a fajta, nem a mindolat, nem a tehet. Az utolod, és végig azt gondoltam magamban, nem tudtam elképzelni, hogy milyen zenét tennék alá. De most nem az a... Jó, tessék, hogy adjuk akkor? Mondtam, hogy előtte, bocsánatom, hogy a Lomboskártya magányos csónak és a menni kéne repülni. Tehát inkább az a gondolat. De nekem azért fog tartani a generáció, mert tényleg az a fajta, tehát az a sztori, tényleg jó szó, amit a pedagógus, vagy jó megfogalmazás, hogy ebben a menni kénében egy olyan elvágyódás van, de ugyanakkor egy szeretet is afelé, ahonnan menni kéne. Tehát ugye nem arról van szó, hogy minden állat menni kéne, menni kéne, nem erről van szó, hanem arról, hogy is marad rég, de belül olyan jó lenne valahol távol, valahol a szabadságot megízlelni. Egy kicsit ez volt benne, csak az a baj, itt is nagyon nehéz ezt megcsinálni, tehát igazad van a két zsűritársak, csak arra nagyon ügyeljetek, ha ezt tovább akarjátok csinálni. Nagyon nem minden, ide komoly, hogy is olyan csak filmi felkészültség kell ahhoz, hogy ezt jól meg lehessen csinálni, ugyanis minden itt, ami pont a sztoikusság miatt, tehát egy kicsit az állóképessége miatt, vagy az állókép jellege miatt, ez azt jelenti, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi a környezet. Tehát, hogyha indulhatok és mondhatom, akkor innen folytatjuk Tordas kedvesen című film, az ötlet miatt díjaztuk a filmet. Tényleg nagyon jó volt az ötlet, friss a dal, friss az élmény a dallal kapcsolatosan, és ennek egy jó képi feldolgozását láthattuk. Ami nekem külön tetszett, az a közepén, középső része volt, amikor egy picikét a
jelbeszédes tolmácsolása a szövegnek is láthatóvá vált. Ami nekem nem tetszett, és én ezt el is mondtam a zsűrinek, ennek a filmnek sem volt vége. Tehát igazán nem fejeződött be a film, nem éreztem, hogy lett volna valami jó csattanója. Mint ahogy nagyon sok filmnél volt egy jó befejezés, és arról emlékszem vissza a filmre, egy jó kezdése, vagy egy jó befejezése. Itt valahogy ezt nem éreztem, de az összes többi, mint ötlet viszont szuper volt és tetszett. Köszönöm szépen. Én meg kell mondjam, hogy utálom ezt a számot, és... Ez egyértelmű. Nyilván nem népszerű szerettem volna lenni, hanem gyakorlatilag féltettem magamat attól, hogy ez rá fogja nyomni, mert átjön rajtam az én szubjektumon, az énemen átjön ez a dolog, és ha így állok neki. De megvertétek az énemet, mert nagyon ötletes volt, és ez a kép regényszerű játék és feldolgozása ennek, ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Egy ilyen kis fals dolog maradt bennem az egésszel kapcsolatban, és nem a bájálás és nem a zene, hanem egyszer csak a pantomim-szerű játék, amit éneklenek is volt együtt a Tiborral, utána volt egy ilyen egész más hová, más helyszínre, más felfogásban kihelyezett kép, a padon ülve egy pár. Ez egy külön film volt. És igen, ez a kettőnek nem ketté vált, tehát az is egy érdekes dolog lehetett volna. És ennek az elején, ennek a kis dinamikus, játékos, képregényszerű, tényleg friss dolognak úgy egy kicsit megbicsaklottam tőle, de mindenképpen legyőzött a film, legyőzte a bennem legyőzően szemben. Gratulálok! Köszönöm, tudok mondani az én kedvesemről. Az érdekelt engem, hogy ez a zene, ez hogy passzol a ti világotokhoz. Tehát rögtön az jutott az eszembe, hogy lehordták ezt a zenét bizonyos, hogy nincs ez zenésége, meg ez nincs, meg az nincs, meg zenei kultúrája, stb. És én azt gondolom, hogy ezt a fajta felhőtlenséget, ezt az én kedvesemet, ahogy valahol ti ezt a különböző dimenziókban így érzitek. Tehát, hogy ez ilyen, tehát ez az én kedvesem, ez ilyen. Ez ilyen, ez nagyon érdekes, hogy ilyennél akarjátok tenni a kedvest, ilyennek látjátok a kedveseteket. És ezek a rajzok, ezek nagyon kifejezők voltak az elején, és maga a feldolgozás. Tehát, hogy egy ilyen kicsit rajzfilmszerűen, de kicsit játékosan is, mókásan is, és a kedves, az lehetett érezni, ugye, hogy nem biztos, hogy ilyen fiatal az a kedves, nem biztos, hogy ilyen, nem biztos, hogy mosolyog. De ilyenek szeretnétek látni. Tehát ez ugyanolyan, mint a Vendi, hogy ilyenek szeretnétek látni, és aki kívülről néz titeket, nem ebben a közegben él, az felhőtlenséget, ezt mondjátok el. És utána a padonüléssel és az összes többivel pedig azt, hogy valójában milyen az ő kedvesen. Tehát nekem nem volt olyan nagy bicsaklás, értem, hogy mitől bicsaklott, de nekem nem volt olyan nagy, hogy a kettő között van egy ilyen vetővilág, egy ilyen kis játékos, kis könnyed, kis, és azt szeretnétek, hogy olyan legyen, és amikor a dolog valóra válik, akkor egy kicsikét más ez a kép. Én, de az is szép, tehát az is ötletes, és az abban sincs, tehát ilyen szempontból nincs baj, vagy nem tudom, hogy gondolom. Igen, tudom, hogy legyen. Szóval én nekem azért nagyon érdekesek ezek a dolgok most, mert végre elkezdődik a dolognak az alapjai. Tehát a Mendikéne is, meg a, tehát a ennek a létnek valami fajta olyan megfogalmazása, ami szimbolikusan tovább lépható, hogy vagyok egy helyzetben, vagyok én magam, a mindennapjaimban kívülem, megmutatom, stb. Tovább lépek, próbálok a dramaturgiával, a képi megoldásokkal és minden más filmi eszközzel valamit, tehát kilépni innen, tehát hogy és mivel, hogyan szeretnék kilépni. Nem konkrétan az állatokkal, nem konkrétan így, ugye, de ezt a fajta belső érzéseimet megpróbálom megfogalmazni, amit a legnehezebb, tehát a legnagyobb kihívás egy következő alkalomra, de mégis ez elkezdődött, ez a folyamat. És 5 év után ez ennek egy nagyon tapsok és nagyon örülök.
árnyék, több játékot játszott el, iszom a vizet, beállunk csoportképbe, nem tudom, biciklire ülök, tolok valamit, tehát itt éreztem azt, hogy valamit akartak az árnyékkal kezdeni, de megragadt az ötlet a kísérlet szintjén, és azt nem sikerült egy egységbe forró történetté alakítani, amiben mondjuk esetleg van egy konfliktus helyzet is, ami miatt azt mondom, hogy emlékszem rá, tehát valahol ezt nem nagyon éreztem én ebben a filmben. Az más kérdés, hogyha össze lenne rendesen rakva, vágva, valami zene lenne alá, és az ritmusa van vágva, de ahhoz az sem biztos, hogy olyan snittek voltak, hogy azt most még utólag valamilyen ritmusra, zenei periódusra össze lehet vágni, majd meglátjuk, de valahol ezt egy picikét még hiányolom, de lehet belőle valami. Tehát ehhez gratulálok, mert maga a meglátás az óriási volt. Szép idő van, árnyék is van, miért ne forgassunk róla. Így van, köszönöm. Ami az én számomra azért nagyon izgalmas volt ebben a filmben, hogy többféle helyen mutattak. Volt mindegyik, tehát az árnyéknak is volt egy ilyen faktúrája, hol Borosúton láttunk, és egész másként működik az árnyékban. A izgőmozgó, rezgőmozgó füves részen, tehát, vagy a falon is láttunk, tehát egész más faktúrát adott neki az érdekes, hogy nézett ez ki képként, és az is tetszett, minden évben mondok valami hülyeszűkét, és hülyeszűk fogalmazom, és ugye nekem az is tetszett, lehet, hogy az csak nekem volt, hogy szépen ezekben a szürkékben volt tartóvá láttunk egy színes falat, és akkor nekem nagyon tetszett az egészből, hogy mint egy megelevenedett színben egy kiballagó kis hölgy ott kékben, ha jól emlékszem, és integetett. Tehát ez a szép kontraszt, ez már nincs kontraszt, majdnem, ennek már majdnem harmóniája volt, ami nekem tetszett. És a másik, amit mondanék, hogy én próbáltam kapaszkodni dolgokba, hogy ez most miről akar szólni ez a film, tényleg úgy értelmezgetni, és én is valahogy azt próbáltam megragadni, amiről Tibor is beszélt, hogy ez most valami ellentétekre épül, hogy egyedül megy, mellé tolja, ketten mennek, lassan megy, biciklivel gyorsan megy, vagy mi, de nem tudtam, tehát nekem nem lett egy történet belőle, nem lett egy egész belőle. De ezek a szürkék, ezek nagyon izgalmas. Tetszettek és gratulálok hozzá. Nekem megint csak az jött elő, hogy az árnyékkal kilépünk az árnyékvilágba. Bármilyen furcsa. Tehát, hogy nem a hudderőkkel vagyunk megint csak, és nem véletlen, hogy most már ennyi jön elő a Bendivel. Tehát nem véletlen, hogy egy szimbolikus világot akartok, egy másik világot akartok bemutatni, ami nem a mindennap, nem a konkrét mindennapokhoz, csak a ti életérzésetekről szól. Nagyon jó, nekem kifejezetten tetszett. Most az árnyékról nagyon-nagyon nehéz filmet forgatni. Ugye a Hitchcocknak és egy-két rendezőnek van nagyon érdekes filmje az árnyékokról. Az az is kravon benne, és azt nagyon nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy az átmenet nagyon fontos. Tehát amit mondott a Péter a textúrákból, a következő helyre, ahova az árnyék vetül, az nagyon lényeges, mert egy egészen új képi keretet hoz létre, és egy egészen új mondani valót hoz létre maga az árnyék. Önmagában, hogyha ugyanaz az árnyék vetül, csak egy más alakra. Ez az egyik. A másik, hogyha az egésznek a színét változtatom, tehát hogyha az alapnak a színe vagy színesedik, vagy hirtelen színesedik, vagy a szürkéből kilép, akkor egészen mást mond, és akkor ezek után még jön a következő, hogyha több árnyék jön be, és ennek van egy ritmusa. Itt nagyon lényeges, ugyanúgy a Bendivel is, a ritmus megtalálása. Tehát az árnyékok ritmusa, itt nem voltatok profik, az árnyékoknak mindig kell lenni egy ritmusának, és hirtelen kilépni ebből a ritmusból, ez szinte szabály. Most a másik, ami nagyon fontos, hogy az árnyékokból néha-néha ki kell lépni, és a való világot kell mutatni, és utána vissza kell lépni az árnyékba, mert akkor az árnyék világ egy egészen más dimenziót jelent, és akkor az igazi átlépés az ott van.
Tehát akkor van az igazi átlépés, és a néző akkor érzi, hogy ti egy másik világot akartok megmutatni ebben az árnyék játékkal, hogy így mondjam. Tehát ez nagyon lényeges. Most egyetértek a Péterrel, hogy ez csak egy kezdeti lépés, mert se eleje, se vége, se közepe, Isten igazából nem nagyon volt a dolognak. Csak éreztétek, hogy itt valamilyen találkozásokat, valamilyen másik világból, valamilyen áthozott üzeneteket kell közvetíteni, de hogy mit és hogyan és miféleképpen lehet ez, hát ez tényleg egy komoly filmes feladat. De gratulálok, mert maga az ötlet is, tehát elkezdődött egy új műfaj. Mondja, hogy kell. Hagyom, hogy gyerek vissza a türelmetekkel. Az ötlet az a Sanyié volt, és reggel, amikor mentünk reggelizni, akkor megláttuk az árnyékokat. Szenzációs volt, mert még nem volt a nap. És azt mondtam, hogy akkor csináljuk, és végre azt érezhettem, hogy ami mindig vitatkozunk, hogy hol van a segítő, hány százalékban, hol van a filmesnek a munkája, és azért örültem, hogy nem én nyomakodok előre az ötletemmel, a gondolatvilágommal, hanem teljesen háttérbe szorulok, és ő mondja, csak ugye mi azzal nem számoltunk, hogy rohamosan elmegyődik a nap. És akkor elkezdtünk volna forgatókönyvet írni, de aztán azt mondtuk, hogy ne írjunk forgatókönyvet, mert lassan nem lesz árnyék. És ezért lett ilyen kusza, tulajdonképpen ilyen átgondolatlannak tűnő, és a végén próbáltunk valami történetet belevinni, valami ívet, ami természetesen így már meglehetősen bonyolult és körülményes, és a végén nekem is az volt a gondolatom, hogy kilép az árnyék világból a leányzó, hogy tényleg életszerűvé válik. Tehát ennyit akartam csak hozzátenni, és én azért nagyon örültem ennek, mert csak minimális segítség volt benne, és akkor odaálljatok, ő csinálja, így fogja, belelóg az árnyékba akármi, és hát ez látszik rajta, de jó, mert tényleg hát azt mondom, 80%-ban adjak át az ő munkájukba. Köszönöm. Igen, gyakorlatilag, amit az elején mondta, az a szellemi ingatlan, tehát megtaláltatok azt a teret, azt a helyszínt, ahol játszódik a dolog. Ez az árnyékvilág, amit most a Gyuri mond. És akkor oda kellett volna most beletenni valamilyen konfliktust, vagy valami olyan szituációt, vagy egy tétet, hogy Jézus Mária elfogy az árnyékon. Az is egy tét, hogy életben maradok, vagy sem, mert egyre kisebb az árnyék, és az a tét, hogy megmaradjak, mert eltűnik az árnyékvilág. És akkor mi lesz velem? Ugye amikor teljesen merőlegesen, vagy igen, függőlegesen süt ránk a nap, akkor nincs árnyékunk. Pontosabban van, de taposok rajta. Magamat nagyon taposom. A saját árnyékomat, magamat ezzel lehetetlenné. Tehát rengeteg gondolat van ebben, de annak örülök, amit elmondtál, mert ez lenne a cél, hogy 80-90-100%-ban ők alkossák az egész filmet. Jön most a következő, a National Geographic filmje, a csend hangja, a béke szigete, csigák, darazsak és hangok, és egyhelyűt éreztem ott, még talán meg is borzongtam, amikor egyszer ebben a békés, csendes állathang millióben megszólalt egy fűnyíró, és még a kamera is megreszketett egy bokor mögött, na mondtam, most jön a Hitchcocki fordulat, és ezek a méhek megtámadtak bennünket. Hogy mondod? A cápa zenéjére hajlatott a fűnyíró. Igen. És ott éreztem, hogy na most jön valami hirtelen fordulat a filmbe, de nem, utána jött a csiga, azt hiszem utána jött a csiga. Előtt a darazsak, kellemesen akkor egy kis szúrós, valamilyen nem tudom milyen jószág jött, tehát félelmetes volt, de mondom, inkább egy kis természetfilm, nem éreztem, hogy kész lenne, egy kis kísérlet volt tulajdonképpen, azt gondolom, de annak viszont jó, valamit ki kell találni belőle, meg kell nézni még egyszer, milyen képek vannak, úgy kellene csoportosítani a vágóképet, hogy szúró-szívó képek, aztán utána a sebesség, tehát hogy gyorsan elmegy, majd ennek az ellentétje jön a csiga, lassan elmegy. Tehát, hogy valahogy úgy megtalálja ezekben a képekben a lehetőséget, amit össze lehet rakni egy forgatókönyvé. Jó kísérlet volt. Köszönöm, én nem tudom kiegészíteni. Hát én is csak annyit mondanék, hogy a nagyon tanulságos volt a végekép, a kacsák,
és a kacsák, föl, van egy fölspek a kacsákról, és valahogy az ember, nem tudom, hogy miért van ez a fölspek, és utána van a fatörzs közel, és ebben van vége. Tehát ez a fajta, most nekem ez a film azért volt érdekes, mert ebben éreztem valami bizonytalanságot. Tehát egy természet szeretetet, természet bemutatást, a természettel van valami viszonyom, nem tudom pontosan micsoda, és bizonytalan vagyok a természettel kapcsolatosan. Tehát szeretnék viszonyba lépni, szeretnék vele párbeszédet folytatni, de nem tudom, hogy kell, nem tudom, hogy miért szeretnék, de úgy jó, úgy. Na most ez kijött. Csak ha ez volt a koncepció, nem tudom, hogy ez volt a koncepció, de valószínű, hogy ez volt a koncepció, akkor ezeket a bizonytalan mozgásokat, ezeket csak mondom, mert persze nem volt kész, tehát egyetlenül, hogy ez nem volt kész, tehát akkor ezeket érdemes kitalálni, mert ezeket a bizonytalan mozgásokat nagyon ritkán adnak a filmekben, ilyen bizonytalan mozgások, mert azt hiszik az operatőrök, vagy nem tudom ki, hogy ilyen, de van ilyen életérzés, van ilyen, és nagyon jó lenne, hogyha ezt az életérzést, ezt egy kicsit kifinomítjátok. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy most a, nem tudom, a szúróból, a nem tudom, mibe megyetek, hanem ezt a fajta a természetes az én kapcsolatom, mert a városi embernek is körülbelül ez a kapcsolata. Tehát ott szeretem is, de látom a dolognak a nehézségeit is, hogy így mondjam, és én magam bizonytalan vagyok. Tehát ezt ki kéne dolgozni, nagy értelme lenne ezt tovább gondolni, hogy hogyan lehet ezt kidolgozni. Jó, igen, tovább. Itt éreztem még egy gondolatot hozzá, hogy itt is volt egy integető, az a vakarozó macska. Tehát ugye egyszer volt egy mászókán integető hölgy, aki elköszönt tőlünk. Volt ugye az árnyékban egy elköszön integető, és itt is volt a vakarozó macska, és az is néha a kezével, így, vagy a lábával mancsá, hogy integetett, de viccet félretéve. Egy nagyon picit úgy éreztem, van ez a ronda kifejezés, hogy home videózás. Tehát valahol én még ezt jövök, úgy éreztem, hogy valaki kap egy kamerát, és kipróbálgatja, és örül annak, hogy nagyon szép képeket csinál, mert az tény, és valahogy a képek azok nagyon szépek voltak, tehát állatokról. Tovább menve, nem húzza az időt, jön a Csákány Doroszlói két film, a Pillanatok és a Karate. Annyira sajnálom, hogy a Pillanatok című filmből nem hallottam a beszélgetést. Tehát elnyomta az utcazaj, elnyomta a buszzaj, elnyomta a traktorzaj. Tehát egy jó ötlet és gondolat lehetett volna belőle. A kivitelezés az sajnos emiatt talán nem sikerült annyira. A szándék az jó volt, az érdekes volt. Tehát én most per pillanat erről a filmről ennyit tudnék mondani. A Karate le a kalappal, illetve hát nem tudom, hogy volt-e kalap. Mert hát itt egy skalkolásról beszéljük inkább a képkivágás tekintetében, hiszen a szereplő, pont aki elmondja a jó történetet, épp azt mondtam a uraknak, hogy olyan szép volt a képkivágás egy közeli róla, hogy mindenféle háttérben látható akármit, kitöröltek, tehát annyira jól megválasztották a képkivágást, tehát le volt skalkolva a főszereplő. Néha le is bukott egy picit a kamera, elképzelhető, vagy ő ült följebb, és ugye a kontroll monitort nem nézte az operatőr, így aztán kikeszmergett a képből, és mondjuk az óra látszódott meg a szája, és hogy itt törtem el az ujját, kicsit a csigolyája is megtört meg, ez volt, meg az volt, tehát maga a történet érdekes lett volna, de nem tudtam élvezni, mert nem láttam őt, aki beszél hozzám. Tehát erre nagyon oda kell ügyelni. Emiatt én azt gondolom, hogy egy nagyon picit értékelhetetlen volt így a produkció. De alapjában véve nagyszerű alapötlet volt, hogy megszólaltatni a főszereplőt. Köszönöm szépen. Hát én még csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy valóban több volt ebben. Sajnos a fényképezésnek a hibája, bár néha ez is lehet szándékolt, hogy esetleg szétfeszítem a képet, és ezzel növelek feszültséget, tehát ez nem tűnt annyira tudatosnak. Viszont ami azért a moziról szól, hogy milyen érzéssel nézem. Tehát ezt nem lehetett csak úgy nézni közönösen, mert brutális volt az előadás, a történet, megosztó volt neki így, ki úgy. Tehát a mondani valója miatt hatást gyakorolt, és szerintem a filmnek dolga.
éppen a karakter miatt, aki mesélt meg, amire mesélt, tényleg sokkal több volt ebben a lehetőségben. Azonban, talán ahogy lehetett érezni, és nem tudom, én közben néztelek benneteket onnan hátra, van, aki kínosan ilyen nevetett, van, aki meg szívből, mert ebben a brutális történet végig is volt olyan tragikomikus. Hogy ezt úgy tudja előadni valaki, hogy hát miért kezdene ki vele, amikor én több dalos vagy öves, fekete öves karatemester vagyok is. Szóval lehetett volna ebből jó, de mindenképpen hatásos volt, bár nem hatásvadász. Ez a kettő nem nincs egy más mellett, mert a hatásodás ez egészen máshoz. Most akkor tettünk föl, szóval az első film, ugye itt van az a dokumentumfilm és a riport vagy ilyen filmnek a műfaj. Tehát ha én bemegyek egy kocsmába, és a kocsmában, mint látható volt, amelyet láttam a képből, az lehetett látni, hogy a kocsmában nincs senki, amúgy sincs senki. Most egy dokumentumfilmnél azt nem, úgyis olyan, hát a kép önmagáért beszél című helyzet. Tehát bemegy, és mondjuk, hogyha egy ideig, mondjuk 2-3 percig nézem az üres kocsmát, és látom, néha kinézek mondjuk az utcára, stb. És látom a hölgyet, aki ott egyedül unatkozik, vagy a nem tudom, a fürge ujjakat, vagy a nem tudom, intézi. Ez önmagában már ugye elmondtam valamit. Most akkor nem kéne nagyon föltenni bizonyos kérdéseket. De most ugye föltette a kérdéseket, és lehetett látni a hölgynek a mozdulatát, hogy aki így áll, ugye ilyen egy kicsit esetlenül, meg keresetlenül, meg minden, hát nem látja. Hát mit kérdezősködik? Hát látja, nincs itt semmi. Szóval ez volt a mozdulat. Na most ezek egy ilyen kis totában voltak ugye bemutatva, ráadásul amikor a riporternek semmi értelme nincs, hogy a riportert látom, mert ilyen fél felé is fordul meg, a nő felé is fordul, ilyen se ide, se oda, se oda, nem tudom, hogy mit akarok a riporterrel, egész pontosan. A riporter háta mögött is látok valamit, aminek semmilyen jelentősége nincs, viszont a nőt, ezt a fajta mozdulatot, ezt operatőr, nem látom Isten igazából, mert ugye egy kicsit az ajtó mögött van elcsúsztatva, viszont látom azt, hogy tök üres minden a kocsmában. Tehát valamikor nem, nincs értelme föltenni, hát azért film a film, hogy nincs értelme bizonyos kérdéseket föltenni, azt igen már rögtön, hogy mennyivel esett vissza. Mert hogy visszaesett, az tuti. Hát most erre az üres kocsmára valaki azt mondja, hogy hát gyerekem, hát itt este 5000-en szoktak lenni, csak éppen most nincs itt valami, akkor meg az a baj, hogy akkor miért nem akkor megyünk oda. Tehát itt ilyen alap dolgok vannak, az, hogy nem hallottam a hangot, az meg ez hozzátartott, vagy szar, ez alap volt. Most itt láttam viszont egy rendezői elképzelést, hogy kis totálban mutatom állandóan a beszélgetőket, és ez nem rossz. Ez nem rossz, mert látom azokat a gesztusokat is, hogy az úr, aki ott az ajtó félfában nem tudom mit mondott ugyan, de biztos nagyon okosakat, utána egy picit hátra ment és az ajtó félfában támaszkodott már. Tehát nem ez az első, nem tudom, emlékeztek rá, nem így már. Egész más a gesztus. Na most ez a televízióban általában nincs meg, kérem szépen. Tehát ettől egészen más, ettől még ez a film is sokkal nézhetőbb, mint egy átlag televíziós film. Ugyanis ott nem látom, ott ilyen közeliben látok, aztán látok egy vágóképet. Ugye? Mert gyorsan meg kell csinálni valamit, gyorsan mondja el, stb. Tehát nem látom azt a gesztust, azt az embert, akivel én beszélgetek. Tehát ebből a szempontból viszont jó volt. Tehát ezt fölém a figyelme, ez nagyon fontos egy riportfilmnél, vagy egy dokumentumfilmnél. Most a másik, hát az egyszerűen nekem, Tibi, pont az ellenkezője. Tehát az, hogy nem látod, tehát ugye volt egy televíziós operatőr, úgy hívták, hogy Bordi Gyula, és a Bordi Gyuszi bácsinak az volt a koncepciója, és a televíziót meghatározta 10 éven keresztül, hogy nem látom a hollogot. Meg a személyt sem. Engem inkább ez zavart, tehát nem az, hogy a homlok, de a szemét nem láttam, és az már... Tehát volt egy ilyen koncepció, de most én nem tudom, hogy ez az volt-e, tehát azt nem állítom, de
hogy nagyon érdekes volt, és itt tényleg a riport alanynak a megválasztása. Tehát most mitől nagyszerű ez a riport alany filmileg? Tehát ezt a Pali, ez nem egy szekrényhajtó, aki oda is azt mondja, hogy ötöttem az ujját, rácsúak, hanem mi történik? Ez az úr szépen csendben azt mondja, hogy 86-ban háromdlanos mester lettem. És akkor utána egy évre megöltem egy Palit, leöltem. De aztán nem halt meg, mert. És akkor utána megint. Valaki nekem jött, és azt is leütötte. És akkor így nézi az ember, hogy most, hogy ki ez a Pali? Hogy ez egy agresszív ember? Vagy az élete sora hozta rám az agresszivitást? Vagy ő a sorsot kihívja? Tehát a nézőt úgy tudom elkezdeni egy ilyen ember, tehát ugye gondolkoztatni, hogy nézd néző azt a képet, és amit mond, a mögő elkezdesz gondolkozni, és muszáj, hogy elkezdjél gondolkozni. Tehát ettől jó az igazi portré vagy riportkép. Hogy nem teljesen egyértelmű az illető, akit bemutatok, mert ha egyértelmű, akkor minek mutatom be? Tehát ez a nagyszerűség a dolognak, ezt ti nagyon tudjátok. Ez az ember egy zseniális riportal, erről kéne csinálni egy meggondolt, megfontolt, összeszedett filmet, nagyszerű lenne, ez biztos, és hogyha a televízióval oda tudjuk adni a Gábor által összevágott anyagot, tuti, hogy nagyon izgalmas lehet. Nagyon érdekes ez a fajta belső szubjektivitás, ami ennek az embernek van, és nagyon fontos, mert az életben nagyon sok ilyen ember van, aki így fölkészül, és ember tud ölni, és mégsem öl. Vagy mégis öl. Egyetértek ebben Gyurival, tehát mondjuk ha ez tudatos koncepció volt, akkor jó, de félek, hogy nem az volt. Igen, ez egy kérdés. Tehát, hogy ez egy tök véletlen volt, mert épp arról beszélgettünk, hogy ugye menet közben, amikor ránézett a monitorra az operatőr, akkor észrevette, hogy nem látható a riportal, és megigazította. Tehát az viszont akkor már tényleg érdekes koncepció, hogy hagyom, hogy magától hadd billegjen, és amikor már látom, hogy nagyon megbillett, akkor visszaigazítom, én újra venném az egészet. Tehát ugyanúgy, mint ahogy nekem gyakorlatilag az utca, tehát az utcai riportok, és az egy mondjuk egy hétvégi magazin műsorban az MTV-n egy ilyen oknyomozó riportszerűség volt, én inkább így hívnám, amit a Gyuri mondott, azzal tökéletesen egyetértek, mert a képi világa az baromira jól volt és egységes volt, de ez a hang, ez engem rettenetesen zavar. Tehát emiatt mondtam, hogy én azt sajnos ezért nem tudok. Budapest csokor. Itt vannak a budapestiek még? Már nincsenek, nyilván el kellett menniük. A kecske tökéletes volt. Tehát a kecske, mely oda ment a kerítéshez, a kis hölgy, amikor vitte a csokrot és oda ment a kerítéshez, ha nem megy oda a kecske, akkor a filmnek nincs értelme. Tehát akkor én azt mondom, hogy nincs köze akkora sikere, mint így, hogy a kecske, mely azt mondhatom, hogy Zsira szupersztárja lehet, mondjuk többek között, mert annyira kameraérzékeny, és ez látszódott a másik filmnél is, hogy valami fantasztikus. Tehát én azt hiszem, hogy a kecske is sokat lendített a filmen, mindazonáltal egy nagyon picikét a szereplők vezetése körülményes volt, háttal ült a kis hölgy, nem láttuk az arcát, nagyon-nagyon nagy képkivágásokkal dolgoztak, tehát majdnem azt mondom, hogy nagy totállal szinte, mert a hátteret is láttuk, tehát azt a nagy hátteret, amiben játszódik a történet, ugyanakkor minden itt játszódott közvetlenül az órunk előtt, tehát valahol én itt nem éreztem az egyensúlyát a nagy kép kivágásának. Hát körülbelül ennyit. De mondom, ez a kecske félelmetes, tehát ebből még egyszer nagy sztár lehet, ha csak nem kerül esetlegesen pusztán kolbászba, mondjuk, de reméljük, hogy nem. Köszönöm szépen. Kiport ismételni, én is felírtam magamnak, hogy sajnos egy kameraállásból készült meg tényleg ez elég szokatlan, hogyha ez a
nem nagy totál, hanem egy kicsit szűkebb, akkor majdnem, majdnem színpadszerű, és akkor elég nehéz, nehéz, tehát ez egy másik műfaj. Amit javasolni lehetne, hogy, hogy mivel itt azért kapcsolatokról volt szó, és azok érzelmek, azok döntések, jó lenne látni közelibe arcokat, szemvillanásokat, itt volt elutasítás, elfogadás, ezek izgalmas részei lettek volna, hogyha egy kicsit úgy bemegyünk közéjük. Csak ennyi. Na most én teljesen egyetértek, van egy-két ilyen megjegyzés, hogy nem is nagyon érthető a dolog, ugye, mert hát egyrészt totálban elutasít valakit, egy lány elutasít egy fiút, elmegy valamire ez a fiú, ott csinál valamit, valaki ad neki valamit, amit nem tudok, hogy micsodát, a fiú visszajön ebben a valamivel, és akkor már a lány nem utasítja vissza, ugye, nagyon röviden ez a történet, és utána elmennek a kecskéig. És a kecskének ezt a valamit talán odaadja. És utána, mint hogyha mi se történt volna, elhúznak, és nagyon szép. És ugye van egy ilyen lefelé kameramozgás, ez az egyedüli kameramozgás. Most igen, de akkor megkérdezem, hogy ki az az úr, aki odaadja neki ennek a fiúnak, mi a dramaturgiája, miért adja oda? Ezt csak azért kérdezem, mert egy szerelmes jelenetben, vagy egy ilyen elutasításos jelenetben nem szokott valaki, hát az még hagyjál, hogy belépne, és azt mondja, hogy itt van egy kis világ, és édes barátom ad oda, és akkor egészen más. De az, hogy ő elmegy nagyon messze, és ott valami történik, a mélységben, a kép mélységében, amit nem nagyon látok itt, és egy idegen ember oda belép, ő megfordul, elvesz tőle valamit, visszajön, és attól már jó lesz a lánynál. Hát ehhez, tehát a film ugye arról szól, hogy föl tudjam stittelni, dramaturgiai funkciója legyen, és végig tudjam követni. Ott az egy-két kivágásban mindig az a problémás, hogy nem biztos, hogy tudják követni a nézők, hogy mi történt. És itt most ez a tipikus eset, hogy nem tudok követni, hogy mi történik. Azt látom, hogy mi történik, de hogy miért történik, azt már nem látom. És egy kicsit, nem is kicsit, tehát ez nagyon a filmben ábrázolni kell, hogy miért is történik. Úgyhogy ez volt a probléma. Jó, köszönöm szépen. Sopron Vakság, csak annyit hozzátéve ehhez a filmhez, hogy a Petivel azon nagyon egyetértek, hogyha itt most van másik kamerállás, és közeliket ad az arcokról, ez egy teljesen más történet lett volna, amit mi viszont látunk, mint ezzel az egy kamera beállítással. Tehát, hogyha látjuk a metakommunikációs elemeket, hogy egy arc, egy szem esetleg hogy utasít el, vagy éppen hogy mosolyog a csokorra. Szóval ez egy kicsit sokat lendített volna, de hát erről majd még beszélnünk kell, hogy egy jelenetet is hogyan lehet több kameraállással a közelére és a többire bontani, és akkor egymás után a vágásnál ezeket szépen összerakni. És nem muszáj közeliket adni, csak akkor a totálottak olyan informatívnak kell lenni, hogy tudja, hogy mi történik. Mert én érzem azt, hogy ő távolságot akar tartani már a rendező, és nem akart a közelibe vonni. Csak akkor is kell látni, hogy mit történik. Szóval No, Vakság filmről nagyon röviden, hát én totálisan a hatása alatt voltam a filmnek, egészen végig, nagyon éreztem a zene és a szereplő egybefort mozgását, megnyilvánulását, az örömöt éreztem benne, tehát valahol olyan természetellenes volt, és ettől volt olyan konfliktusos a történet. Maga a dalnak a szövege, maga a dallama is, hogy, és az erre való tombolás a színpadon, és most itt azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó operatőri megoldást választottak itt. Mert tényleg voltak benne jó beállítások, és nagyon tetszett, és köszönöm igazgató úrnak, amikor megegyezte, mert ugye mondtam neki a konfliktust, vagy a kontrasztot, és az igazgató azt mondta, hogy és láttátok, vagy éreztétek azt a konfliktust, amikor ugyan beszélni nem tud, énekelni is, nehezen tud az illető, és egyszer csak jött egy snit, és jött a matematikai zseni feladvány megoldása a filmben. Tehát ez valami döbbenetesen érdekes volt. Ettől volt az egésznek egy olyan hihetetlen üzenete, hogy,
hogy az ember a hatás alá kerül. Nekem tetszett, ami, hogy az operatőr megmutatta az üres széksorokat, és a hátulról, tehát az ott őrjöngő sztárt, aki gyakorlatilag énekelt, táncolt, és a többi nagyon-nagyon hatása alatt vagyok, talán még mindig. Megmaradnak bennem a képsorok, mert ezt nem lehet elfelejteni. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon tetszett. Hogy mondjam, itt is előjön a szubjektum, hogy a Bájalex kapcsán. Én nem tudtam odafigyelni erre a két emberre már az első napon sem. Ahogy együtt voltak, és ezt nem is kellene tovább mondani, egyszerűen együtt voltak. És van közöttük egy olyan kapcsolat, amit megint nem kell ragazni, mert kapcsolat van közöttük. Mégpedig egy nagyon izgalmas kapcsolat van közöttük, ami a filmen át is jön majd, és rajtatok is megjelent, bár ezt nem annyira én vettem észre, csak később. Ami rettenetes, izgalmas volt, ugye kontrasztus ellentétes, hogy hallottuk ezt az artikulálatlant, aminek mégis volt egy olyan belső dobogása, dobbanása, szívdobbanása, hogy mondtam a Tibornak utána, borzalva, hogy de szerettem volna látni ezeket a színeket a fejében, amit ő lát akkor, amikor így átszellemülten, torokszorítóan átszellemülten és átéréssel. Annyira őszinte volt, hogy az ember tényleg bele akart nézni, hogy most mi történik. És Gábor mondja nekem, nem tudtam, szép szóval ezt megfogalmazni, hogy tényleg egy ilyen karmik dolog kezdett kialakulni, ez nem az én megfogalmazásom, az övé. Ami még megint csak izgalmas volt, hogy ugye, ahogy kifordult, hát a kamerállások nagyon jók voltak, alulról megnagyobb, az alsó kamerállásban. Nekem nagyon tetszett ez a kontrafényes is, ahogy a srácnak csak a sziluettjét láttuk, és tényleg akkor egy másik dimenzió volt, nem volt mese. Tehát ott nem láttunk mást, majdnem sikerült belelátni lélekbe, talán sikerül is az embernek, ha talán még egyszer megnézi, vagy visszagondol rá. Ez nagyon tetszett nekem, és tényleg most is borzongott tőle, hogy rá gondolok. De volt egy érdekes momentum, és ezt is a Gával hívta rá fel a figyelmet, és működött, történt, hogy a hölgy, aki tulajdonképpen itt lent együtt éppen, azt is akkor láttuk, hogy mintha együtt énekelne a sráccal. Tehát ez a kapcsolat közöttük, ez olyan, és ő tapsolt a filmen, és ti is. És szerintem ennek a filmnek hatására nagyon sokat elmesél. Köszönhető Gábornak érte, hogy erre felhívta a figyelmet, és elmondhattam. És ugye nagyon jó volt a címben, bakok vagyunk, hogy ezeket nem veszük észre, csak akkor, amikor kiszámolja, hogy kiszámolja, és akkor nyílik ki a szemünk erre a dologra. Gyönyörű volt, tényleg nem szép volt, úgyhogy őszintén meg meleg szívvel gratulálok hozzá. Kár, hogy nem tudtam a szemébe mondani. No, hát én nem nagyon akarok közvetlenül sok hidet, én mutatom a tör, és ez a két embernek az együttes együttléte az nekem is azt sukkalta rögtön, hogy itt valami egészen érdekes kapcsolat van, és azt hiszem ez a modellértékű kapcsolat, a nő és a férfi és a segítő és a segített között, ez valami egészen többentesen izgalmas dolog. Itt lehet új és új életekre leállni végül is, és új kapcsolatokat, és hogyha ezt a két kettős embert látja valaki, akkor rögtön azt gondolom, hogy az élet egy egészen más dimenzióba kezd létezni. És itt nagyon fölhívó a figyelmet a másik segítőre és erre a lányra is, aki bejött, aki eljátszott azt, amit eljátszott, és akire nagyon érdekesen nézett ez a fiú, most sok minden más felett, én nem akarom ezt megismételni, amit te mondtál, mert nekem is föltűntek ezek, és azért láttam oda a kamerába, és azért csináltam így, de az volt a nagy dráma, hogy ezt a lányra is fölfigyelt a fiú, mert ugye a férfi és a nő közötti kapcsolat is nagyon fontos ennek a két embernek itt, és bejött egy harmadik. És erre is fölfigyelt ez a fiú, és amikor a végén elment tőle, hát az ott hirtelen meglátott egy másik embert, és hirtelen el is elengedte, mert látta, hogy el kell engednie.
És ez is a szemébe volt, és ez egy különbözetesen dolgában volt. És hát ugye itt az árnyékok, hogy ő árnyék volt, csak fölé volt figyelve, és aztán a fotelban pedig azt az árnyékot engedte el, ami tulajdonképpen az elején ő. Úgyhogy hát ez úgy kitalálódott közben, menjünk tovább. Köszönöm szépen. Gyurinak is köszönöm. Ugye most azon gondolkodtam, hogy ezek a hátsó jelenetek, ugye egy villanása néha bevejöhetett volna, persze, hogy most utómunka van, hogy nem üres a nézőtér, hanem tombolnak lent emberek, akik mondjuk egy koncerten vannak tételezikre. Hát úgy éreztem néha, főleg a hátsó felvételek és az alsó kamerállásnál, mintha egy sámánt láttam volna, aki éppen fohászkodik, vagy éppenséggel örül valaminek, vagy tehát valami ilyen félelmetes energiát láttam az egészben, tehát valami hihetetlen olyan dolog, amit én nem tudok, és képtelen lennék rá, és ő pedig megcsinálja. Szóval valami ilyet éreztem ebben a filmben, mondom, hogy mindig hatás alatt vagyok. Mondjuk a modell hatás alatt is voltam, és ez a film következik most. Egy nagyszerű történet, egy nagyszerű kitaláció, de hol van a bicikli című utoljátékkal. És hát a virágötlet, öregem, az fantasztikus volt a végén, hogy az a szálvirág, az ott volt az úton, tehát a köszönet mindenért. Én mondtam az uraknak, hogy ugye valaha ez volt ez a divat, és az olasz filmekben láttuk ezt, hogy megkérik a turisták, az Olaszországban lévő turisták az olasz embereket, hogy készítsenek róluk egy fotót, odaadják a fényképezőgépet, és az olaszok szokták, hogy még egy kicsit messzebb, köszönöm szépen, és akkor elmennek a fényképezőgépen, majd utána a piacon értékesítik. Valahol ezt éreztem itt most a biciklis jelenetnél, lehet, hogy nem ez volt a mondani valója, majd kijavítatok. Nagyon ügyesen volt forgatva, azt gondolom, operatőri munkában is le, a történet is tökéletesen kitalálva. Tehát én csak köszönöm, az volt ma a baj, hogy ma éreztem jobb filmeket ennél. Tehát dicséretet kapott a film, így is. Valami még hiány, nem tudom még mi hiányzik, de én ahogy ismerek benneteket ebből a versenyre, még egy sokkal parádésabb film. Ez jól játszottak a szereplők, tehát tényleg azt mondom, hogy minden szituáció, minden jelenet ki volt találva, meg volt írva, ahogy az kell, le volt forgatva, ahogy az kell. Egy valami pici hiányzott ahhoz, hogy nem díjat kapott ma a film. Köszönöm szépen! Hát igen, szóval... Na, tehát igaza van a Tibinek, de most én mindig azt gondolom ilyenkor, hogy nyugodtan, tehát ugye itt, na, bele kell venni. Nem mindegy, hogy hol van ez az egész közeg. Ez egy park. Most a parkban egy ilyen szituáció az bőrvesz. Viszont, hogyha kirakod egy gyönyörű tájat, mint itt van itt egy gyönyörű táj, az megemelkedik. Na most az alapprobléma, hogy nem tudtátok eldönteni, hogy bőrleszk legyen egy kicsit, vagy nevettetős, mondjuk egy ilyen műfajt inkább, tehát ebben kifejezett bőrlesz, vagy egy elemelkedett, egy ilyen szimbolikus valami, mert ugye a végén a virág, meg nem tudom mi, az azt mutatja, hogy ez a fickónak egy más élete kezdődik, vagy elkezdődhet. Na most ezt a kettőt el kellett volna dönteni, mert ez ugye a kettő között úgy lavírozott, és egyik sem volt Isten igazából. Tehát ha mondom még egyszer, itt van a filmnek a nagyon nagy lehetősége, ha kiteszem egy ilyen tájban, amit ahol ott megvan a kis bokrok, a gyönyörű tájkép, és nem tudom, akkor ez a nő, akkor mind ahogy meg is volt az előző filmetekben is, akkor ez gyönyörű, hát akkor ez maga a tündér, maga a képen fotózik, de hát maga a tündér. Tehát akkor eszébe nem jut az emberek a bőrleszkség, akkor a bicikli is egy álom, akkor igen, hát jön, és akkor az ember persze, hogy ezt a csodát, de ez a kettő között volt, szóval ez a virágos ruha, ez nem igazán jó ehhez. Tehát ez egy kiemeli a nőnek a nagyszerűség, de szóval, na, ugye az egyik sem. A nő nagyon szép. Bocsánat, csak mire miért van szó? Szóval csak ez. Eddig megadjuk. Javasoljuk azt, hogy csináljátok mind a két variációt. Persze, és azt lehet, hogy a legyen bőven, hogy mi az, amit ti ezt szeretnétek.
Igen, gyakorlatilag a Petinek volt egy másik javaslata is, és hadd tegyem hozzá ez a vidám, hogy jelent, ez azt mondta, hogy és ha még egy fekete-fehér. Igen, hát és akkor is lejátszik alatt, így van így. Tökéletes volt. Valóban lehet, hogy egy ilyet kellene, meg egy olyan kellene. Na, érdekes lenne. Ez jó ötlet. Azért állok föl, mert így legalább látlak benneteket, szóval azt akarom mondani a Time Cape című filmhez, ami Zsirához kötődik, és én ott voltam a forgatáson, több jött ki belőle, mint amit én gondoltam ott a helyszínen. Ha Cannes-ban vagyunk, akkor ezt a filmet ott most nagy dicséret illette volna. Ha van egy jó befejezése a filmnek, de nem lett, a vége nem lett tökéletes. Tehát az összes az tényleg jó volt. Én azt hittem ott a helyszíneken, amikor forgattatok, és mondtad a gondolataidat, hogy mit, hogyan vegyünk fel. Én azt hittem, hogy nem jön majd így vissza. Sokkal több jött vissza, mint amit én gondoltam. Sokkal több jött vissza. A végén hiányzott valami. Tehát te eleve ott kint a helyszínen azt mondtad, hogy az angyal legyen a filmnek a címe, a szereplése. És most helyette a tájkép Zsirát választottad, pedig az angyal annyira benne volt a fűben, amikor csináltad ezeket a mozdulatokat, amikor sétál, amikor felnéztél a fára, amikor átölelted, amikor így fogtad meg a fát és felnéztél, és a végén oda mentél és beálltál a napba kitárt karokkal. És valahogy ott nem lett vége a fű. Ez a vége sajnos, de nem úgy lett vége, ahogy lehet kellett volna, ezen kell még dolgoznod. Ezt még valahogy ott ki kell találni. Lehet, hogy egyébként valami szoftveres utómunkával ott a kezédet meg lehetne egy kicsit, és akkor az angyal tényleg ott van. És akkor a napba elszáll. Ott van a földbe, ott van a fűbe, de ezen ti gondolkodtok. De ezen gondolkodjatok. Tehát azt mondom, hogy Cannes-ban egy művészfilmnek ez egy ilyen... Hát még egy kicsit oldog. Jó, tudom, csak mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk a többi film témája és ennek a filmnek a témája és a feldolgozási stílus egy etüdös feldolgozási stílusa volt. Tehát az azt mondom, hogy tényleg jó volt. Tényleg jó volt. Úgyhogy gratulálok hozzá a filmből. Nem tudom, hogy született meg ez a film fejében, de azt gondolom, hogy ez egy ikleti, valamilyen szinten biztos egy ikleti dolog volt, hiszen itt azért olyan régi vagy őség szimbólummal dolgozol, mint a nap, a teremtés, hogy lelket kapok, hogy a természet részeként kapok lelket, hogy a természettel együtt lélegzek, hát az tényleg az volt, azt szerintem az egyik legszebb rész volt, amikor a fával lélegeztél szinte, ott az ember ott a hátsó kultban, én is vettem bele a levegőt, ahogy az is nagyszerű volt, ahogy te vetted az első levegőket. És a többit már azt hiszem, hogy Tibor elmondta, de én nekem nagyon tetszett, hogy megérintetted. Én biztos vagyok benne, hogy az érintetett volt. Nagyon szépen. Szóval... Hát ez most bár az ötödik, azt mondom, ami túl megy a saját életterületeken. Ebben éreztem a legnagyobb kibukkártságot, a legjobb lehetőségeket. Nem tudom, hogy csináltad, az biztos, hogy a természet és a saját közelséged, az egyéválásod a természettel, azt mindig ugye konkrétan kell csinálni. Tehát nem szabad sohasem szimbólumokban gondolkozni, filmben sem. Tehát azért nagyon nagyszerű, hogy nem féltetted a karodat, amikor az elején kitetted, én arra gondoltam, hogy mennyi, nem tudom, mi lehet ott meg előre. Nem féltetted, mert ebben is azt akartam mondani, hogy egy vagyok. Egy vagyok. És amit mondott a Péter, ezt a óriási levegővételeket. Tehát hogy egy vagy a természettel, a fával, a fűvel, a nem tudom. Most ez annyira szépen kijött, és annyira nem volt rájátszva. És ugyanakkor, szóval ez a legnehezebb. Tehát ezt azt mondom, hogy nagyon tudjátok a teljes természetességeteket. Tehát, hogy ez a legnagyobb elégetek. Tehát nem szabad se túl játszani, se sok videót nézni, se sok televíziót nézni. Ahogy gondoljátok, az általában az esetek nagyobb százalékában jó. Jó? És hát az, hogy azt kiverted oda, hogy te vagy a fa, és fölnézel a fára, és ahogy fölnéztél, azt gondolom az operatőr úr Istváltal, nagyon szép volt. Tehát volt egy, nem kellett megjátszanod, de az voltál, lehetett tudni, hogy miről van szó, mindenfajta különösebb, hogy hívják nélkül. Ez nagyon nagy dolog, nagyon kevesebb tudják ezt.
Nagyon kevesek. Úgyhogy nagyon gratulálok. A egyetértek a Tibival, hogy a vége az nem volt, és az operatőrnek nagyon gratulálok. Tehát itt megtalálni azokat a képkivágásokat és azokat a színes érzéseket, ami a föld és a levegővétel és a fa fába, ez nagyon gratulálok. Sajnálom, hogy nincs itt a Jorika, mert most ő jönne. Azt hiszem, 9 telefonon hívták, mert azt mondanám el vele kapcsolatosan, hogy bár most mindenki azt az a vádolhat meg bennünket, hogy de Jorikának volt egy tökéletes riportalanya, és ez így van, mert azt hiszem, hogy az Attila az egy tökéletes riportalany volt, de őt meg kellett találni a Jorinak. A Jóli egész napot duruzsolta a fülembe, hogy ő most így, vagy most úgy, most ezt kérdezi meg majd az Attilát, meg azt kérdezi. Tehát láttam ő rajta, hogy erre rettenetesen készült erre a dokumentumfilm, report, portréfilm, nem is tudom minek nevezzem. De szépen volt felépítve a virágszedés, bemegyek, kopogtatok, jövök a kerítés mellett, hát a fogadás, hogy jövök, és a többi, leültetem, addig nem is szerettem ezt a széket, átülök a másik szék. Azt éreztem, hogy ehhez a filmhez már nem szabad hozzányúlni, függetlenül attól, hogy a vége lassú lett. Tehát a Jolika, amikor eljött az ajtótól, ugye kellett valami befejezés, lehet, hogy előbb kell lehúzni, tehát ott, amikor az Attila elköszön az ajtóban tőled, és visszamegy, és azt mondja, hogy nézzük a nagy életet, vagy nagyvilágot. A nagyvilágot. Tehát az ott egy jó végszó, mert a Jolikának ugye el kellett azt mondani az operatőrnek, hogy indulj már el, gyere már, tehát hogy az valahogy akkor oda, nem tudom, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, de anélkül is olyan a film, hogyha most itt azt mondanám, hogy nekem kell összeraknom egy televíziós műsort, melyre dokumentum, meg filmeket kell betenni, akkor ezt egy-egybe beteszem. És ennek őrült nagy nézettsége lett volna. Mert valahogy jó volt. Az összhang, meg volt a szereplő és a riporter között az összhang, egyetlen egyszer szóltunk közbe. Amikor azt mondtuk, hogy egy kicsit aktívabbnak kellene lenni a Jolinak, szerencsére Attila vette a lapot, és ebben partner volt, tehát ott volt egy, lehetett látni, hogy ott van egy vágásszerűség, tehát újraindítottátok a helyszínt, de azon kívül minden klap volt. Valahogy most úgy éreztem, hogy mindent a helyére tettél. És te ezekben vagy jó. Ezekben az ilyen emberrel beszélgetni valamiről, mert fölkészültél belőle, és ezt nekünk nagyon át is tudtad adni ezzel a filmben. Én ezért mondtam azt, hogy én szeretném, hogyha díjat kapnál, akkor még nem tudtuk, hogy első lesz majd, de aztán ez így alakult, hogy több szavazatot is kaptál az első helyre. Így lettél most első. Úgyhogy gratulálunk hozzá, és hát köszönjük, mert egy nagyon jó partner találtunk az Attilában, akiről egy hosszabb filmet is érdemes lenne csinálni. Köszönöm szépen! Az operatőri Jolikának a ja, bocsánat, mert mégis tábbi, mégis tábbi. Amiről a Tibor azt mondja, hogy ezekben vagy jó, az már ismerjük egymást meg Gáborral, mi már csak ezt úgy hívjuk, hogy Joli Sávja. Ebben persze megint itt jön az énem, hogy én vártam, hogy mi lesz a Joli Sávja. Hát az első Joli Sávja az, amit Tibi mondott, hogy te megtaláltad azt, akivel filmet lehet csinálni, mert tényleg egy olyan karakter, aki ezt a filmet iszonyatos módon feladotta, egy csomó olyan, nem tudom, hogy mennyire lehet kitérni rá, húzni az időt, egy csomó olyan dolgot tudtuk meg tőle, az örömről, a művészember öröméről, hogy ő fölismeri a karakterében, a habitusában nagyapját, ezek megint a tudatok voltak, nagyon tetszettek. Az is jó volt, hogy in medias res, belecsapunk a közepébe, na hát akkor hogyan, és akkor már ment is, az is tetszett, hogy beköszöntél, hogy azt hiszem, jó napot kívánok, művész úr, akkor rögtön tudtuk, hogy hova fogunk csöppenni, hogy egy művészről lesz szó, tehát ez nagyon tetszett. És még egy dolog, amiről lehet, hogy Tibor egy picit másik előjellel beszélt, én örültem, hogy mivel ennyire jó alanyt választottál, hogy képes voltál őt hagyni beszélni, mert nagyon érdekes dolgokra mondod, és nekem most egy picit azt tetszett, hogy Joli visszanyomta magát a palackba. De most tényleg így akartam, hogy... Igazgató mondta is még a vetítés előtt, hogy ha Joli van baj lesz, nem hagyd be beszélni téged. Sikerült lenyomni. Igen, az a Joli... Amúgy...
a múltkori filmben ez sokkal erősebben működött, és most mintha megérezted volna, hogy itt nagyszerű dolgokról van szó, és ezt a Jóliságot egy picit elnyomtad, de mondom, ott volt a Jóliság, mert tudom ráosztani, de ott volt a Jóliság az apró pici tubicámban, az ölelésben, ott voltál te nagyszerűen, úgyhogy nem, semmi olyan nem volt. Egy dolgot engedjetek meg, lehet, hogy nincs igaz, amit két filmes szakemberül, engem egy dolog zavart a képben, hogy Attilát majdnem csak profilból láttuk. Nem láttam a másik szemét, és ez engem zavart. Nem tudom, ez egy ilyen emberi dolog. Szeretjük látni. Azt se szeretjük, ha belenéznek az arcunkba, hogy belenéznek a kamerába valahogy, vagy hát én nem tudom. De az a fél profil, hogy legalább mind a két szemét láttam. Engem ez az egy dolog zavart, hogy nagyon oldalról láttam. De valakinek úgy csinálják, hogy az arcot akkor direkt úgy filmezik, hogy ne látják az arcot, de a hangot meg lehetjen hallani. Meghajlok Jóliságod előtt. Egyébként egy kritikai hangot fog mondani a Jolinak, attól természetesen az előttem szintunkkal teljesen egyetértek, tehát ez elkapja az embert ennek a muzinak a varázsa. Csak minden muzinak varázsa van, és de fölhívom a figyelmedet bizonyos dolgokra. Tehát ugye van egy riport haladjuk, akitől te egy kicsit tartasz. Tehát lehetett érezni, hogy beléptél, és itt most nem te fogsz beszélni, stb. És hogy neked van egy különös koncepciód, és hagyod őt, és stb. Stb. Na most, én szerettem volna egy kicsit tudni, hogy ez az illető, ez hol lakik. Picit szerettem volna tudni, tehát egy picit kevés volt ebből. Aztán a beszélgetésben egy picit zavart az, hogy itt most itt tulajdonképpen milyen viszonyban vagytok. Nézzőnek, hogy bevippened, hogy most ezek valami nő-férfi viszony, vagy ilyen régi nő-férfi, csak egy ilyen barátság, vagy miért vagy ott? Szóval, hogy jutott az eszébe? Például te neked mindig tudod, tudod, neked Jólikám, mindig ez a jólikálizmus, tehát neked eszembe jutott rá. Tehát ha nekem egy kicsit még több lett volna, ez a nagyon jó film, még több lett volna, hogyha azt mondod, hogy Attila, eszembe jutottál. Nem kell így megcsinálni, én csak most mondok egy ötletet, érted? És akkor abban a pillanatban mindegy varázsütés azt mondod, hogy bent vagyok a közepében és elfogadom. Így egy kicsit ahén volt az eleje. Hogy bejössz, gyere be, Jolikám! Kicsit vahé volt. Megszoktam, mert az úr, a művész úr, annak van egy olyan stílusa, hogy tulajdonképpen az ember mindent elfogad tőle. Ez a mázlit. De ez, Jolikám, az eleje nem volt kitalálva. És ez bizony... Ez probléma. De olyan mázlit van, hogy így is a legjobb film, de nem volt hitel. És az összes többi filmet, a Jóli a munkában, Jóli a laptopon, a kertészetben, Jóli a laptopon, az mindent nem tudta fogadni. Ott érdekes módon volt egy elő része, ugye? Bementetek a kertészetbe, és nem kellett hozzátenni semmit, és nagyon jó volt, és becsöppentél, és gyertek, és élveztem. És tudtam, hol vagyok, tudtam, miért vagyok ott. Nem kellett csattintani. De itt valami az, hogy te becsülkezős, a gyere be, hát... Szóval ha éppen én bejövök, és azt mondom, hogy na én ide most csak úgy bejöttem, mert van egy 5 perccel, és benézek. Ez körülbelül ez akart lenni, de ez, ha akkor meg, szóval érted? Na jó, ez csak azért mondom, hogy legközelebb, jó? Tehát erre a csattintásra erre én várok mindig, és azt én meg is követem. Egyébként nagyon gratulálok. És hát a színész, tehát ugye itt tulajdonképpen az volt egy kicsit groteszk még. Tehát hogyha egy kicsit elemezzük, és azért vagyunk, hogy elemezzük. Egy kicsit groteszk a dolog.
Tehát az a, mondom még egyszer, az a nagy szerencséd, hogy az egész elvitte, mert hogyha ez az a Faragóczi dolog, hogyha kijelentem ezt a filmet, akkor sok-sok rétegében nem jó. De ugyanakkor az egész meg elviszi, érted? Most miért mondom? Mert itt volt, tehát ő elmondott egy olyan drámát, amire nem rákérdezni egy riporteri végtség. Az egyik legnagyobb végtség. Tehát a nagypapával, az ebben, az avval, a mama, akivel egyedül maradtak 3 éves korban, stb. És mégis elmegy. Mégis jó. Ezért nem lehet tanítani a riporterséget, és ezért nem lehet tanítani a művészetet, hanem itt te valahol ráéreztél, összehúztad füled farkad, látszott a fotelba, ahol ültél, és így néztél, hogy na, nem kell beleszólnom, és magadat lefogtad. De ha ezeket így végigveszem, csupa hiba volt benne, de mégis van. Szóval nagyon, nagyon furcsa dolog. Most még egy utolsó megjegyzés, hogy az pedig egy egészen zseniális, amit ő adott a kezedbe, és itt megint a 6. kilépés, valami szimbolikus kilépés, bár a 6. fölhívó a figyelmet, tehát ugye a árnyék, a menni, a tájkép, tehát mindegyik ki akar lépni a maga, ugye? Most itt is bejött egy kilépés, ebben, hogy azt mondta, hogy narásuk a És utána, és azért volt nagyon jó, hogy ő elindult ebbe a kis világba, az nagyon jó volt, de ott volt a probléma, és azért volt, és akkor lett volna sokkal nagyobb, és akkor tényleg Kálmán a díjas, hogyha az elején látom, hogy hova néz be. De mivel nem láttuk az elején, hogy hova néz be, a föladott labdát, amit nekem barha vázlikra föladtak, mint rendezőnek, és azt mondja, hogy na lássuk a világot, ettől, amikor te kilépsz onnan, és a kicsi világba belépsz, nem jön elő, mert nem tudtuk, hogy hova lépsz be. Tehát érted? Tehát nem volt Isten igazából eleje a dolog, ettől a vége nem lett akkora csattan. Így is nagyon nagy csattanos, de még ettől nagyobb csattanos lett volt volna, mert baromi jól megérezte, szóval a színésznek van egy olyan belső tudatalattia, hogyha segíteni akar neked, akkor azokat a hatalmas drámákat, azokat is úgy mondja, mintha ő lenne Hamlet. Érted? És ezt el kell játszani. Most ebbe a világba te nem mentél bele. Ő volt Hamlet. Aki elmondja, hát tudod, 3 éves koromban meghalt a mamám, és akkor menjünk tovább. És te, mint riporter, érted? Na most én elfogadom, mint színész, hogy ő ez, és neked ez egy koncepciód volt, csak ebben mindig tudatosan kell játszani. És ha van elejes, van a vége, akkor tudatosan játszol be. De nem baj, ezt azért vagyunk itt, hogy tanuljuk egymástól is, mert ugyanakkor az, hogy nem szólt bele, és hogy ki, tehát hatalmas rendezői próbáljuk voltak, ami viszont elvitte az egészet, a hangsúlyozott végezzel. Ami viszont a nagy televízióban meg nagyon sok helyen mindig szoktam volt mondani, nincs. Köszönöm szépen! Igen, az érdekessége, hogy itt van egy ötlet, de csak annyi, hogy valakivel készítesz egy riportdokumentum, de a dokumentumnak éppen ez a lényeg, hogy soha nem tudod kiszámítani, hogy mi lesz a következő pillanatban, míg egy kis játékfilmnél vagy egy filmetűnél minden jelenet elő le van írva, és ez nem fog változni, tehát nem jön közben semmi meglepetés. Itt viszont igen, mert hát aki beszél, azt nem tud előre, hogy mit fog mondani, mert nem mondhatod meg neki, hogy Attila akkor erről beszél, arról beszél, meg amarról beszél. Szabadon engedted, mint ahogy téged is, ugye, ha kiengednek a palaszból, akkor rakoncátlan vagy, ha visszatuszkolnak oda, akkor így, akkor nem. De valahogy így, az elejét lehet, hogy meg lehetne oldani, azon gondolkodtam, miközben Gyuri mondta, hogy hogyan lehetne felvezetni, hogy hova mész te, akkor a virágot szeded, és ezért mondjuk azt, hogy a forgatókönyvnek az ötletet, az elején egy narrációban el lehet mondani, amikor te szeded ott a virágot, meg gondolkodsz, mert az látszik, hogy gondolkodsz. Közben el lehet mondani, hogy az Attila ki is valójában, akihez most elmész. Mert abból kiderül az, hogy szeded a virágot, és meglátogatod őt az otthonában.
Arra vagyok kíváncsi, hogy miként vállalja azokat a szerepeket, amelyeket a Zsirai Színjátszó csoporton belül, aztán utána nagy sikerrel visz színpadra, a társainkkal együtt. És akkor odaérsz, bekopogtatsz, kijön, tehát számtalan kezdési variáció lehetséges, amit most még majd megkérdezünk. De lehet egy ilyen is. De lehet egy olyan is, igen, Attila. Én még annyit is hozzátennék, hogy lehetséges, hogy éppen voltak túlságosan nagy körvonatokat fogalmaztam meg, és több teret kellett volna adnom a Julikának. Mondjuk nem az, hogy több vonatokban válaszoljak, mert az nem lett volna jó, hanem több teret engedni neki arra, hogy ő maga irányítsa a beszélget. Attila, te voltál a főszereplő, nem Julika? Tehát arra, jó, hogy ne feledkezzünk meg, abban igaza van az uraknak, hogy itt a Julika nagyon okosan... Végülis egy riporternek kell irányítani a beszélgetést, nem a riportalan. Persze, most képzeld el azt, hogy mi most, mint tévénézők, egy ilyen dokumentum, vagy riportportrénél nem a Julikára vagyunk kíváncsiak, hanem te rád. Ő csak elvezet bennünket hozzá, és irányítja a beszélgetést. Ez nagyon julikánizmus, amivel teljesen egyetlenek a Péterrel. Julikánizmus. A julikánizmus. Hogy az egy... Az is nézem a Wikipédiát, hát ha fent van. Tehát a julikánizmus, ebben én egyetlenek a Péterrel, hogy hiányzik a magyar médiából, a magyar televíziózásból. Ilyen volt egyébként, volt egy-két ilyen riporter, tehát egy kicsit a Vitrai, egy kicsit a... Na most nem mondok neveket, mindegy. A Kovalik, jó esetben, ilyen volt, ezt nem ismeritek, de nem tudom, ismertek a neveket. Szóval, hát a Vértes Sándor is hasonló jellegű volt még, Vértesi Sándor, aki ott előtt szemben. Igen. Tehát ha ők voltak ezek. Igen, az első három. Igen. De ilyen volt a, most tudom, az, aki fiatalon meghalt, aki UFO-kkal foglalkozott a végén. Ezek az emberek azok, akik tulajdonképpen úgy riportalak a riporterek, hogy közben a néző ő rájátszik. Tehát van egy ilyen furcsa helyzet, hogy van olyan szituáció, amikor a riporter legalább olyan fontos, és vállalja a fontosságot, hogy én fontos ember valami miatt, mert annyira, és a Juri ezt vállalja, bemegyek, és igen. Nem csak a riport hallani a fontos. Nem tudom, emlékeztek erre, volt egyszer egy ilyen sorozat, hogy Jani házhoz megy. Például ez valami hasonlatos dolog, ahol viszont Janinak is szerepe van, mert végülis ő megy házhoz, tehát ilyen esetekben akkor Juri házhoz, vagy Jani házhoz megy, és meglátogat mindenkit. De van még hátra egy filmünk, hadd térjük akkor rá a Kecske Mester című produkcióra, amely hát döbbenet volt, amikor a helyszíne érkeztünk, mert számtalan koncepció volt, ezt áruljuk el. Igen. De ezek közül egy sem volt olyan valódi. És aztán ott neked spontán jött a kecske, amely azt mondta, hogy olyan vagyok, mint a narancs, vagy azt hiszem Oscar Wilde mondta, ugye a mandarin az gyakorlatilag egy narancs, de kapott az élettől egy lehetőséget és élt vele. De most ugyanígy voltál, kaptál az élettől egy lehetőséget, a kecske is kapott egy lehetőséget, és szerencsésen egymásra találtatok. Így aztán a kecske és te fergeteget sikert arattatok. Azzal a spontán virtuálisával... Meg ez az izén közben ez volt az elképzelésem erre. Ő már alapba így tett. Igen. Tehát azért mondom, hogy ugye amikor bementél az Olba, onnantól meg azt gondolom, hogy onnantól a néző, aki ezt megnézi majd, az oda lesz. Oda lesz az alkotásért. Nagyon jó volt az operatőri munka is, tehát ügyes volt a megközelítés, a képi megközelítés a dolog. Nyilván csiszolni kell még rajta. Nekünk voltak ott ötleteink, hogy azt ebből ti mit hoztok ki, az legyen majd a meglepetés a film szemlének, mert ezt is hasonlatosan, mint a csokkolna. A manőkenhez így is, úgy is meg lehet csinálni. Tehát ennek is lehet egy szolidabb változata, meg lehet egy ennél még kacagtatóbb változata is, tehát ebből is lehet egy ilyen bőrlegszerűség, amit majd előltetek, de mindenesetre gratulálok hozzá, nekem tetszik. Tényleg csak egy mondatot, mert fölírtam magamnak a végén, hogy egyszer nem tudom, ma háromszor vagy négyszer elmondtam ezt a akkor a momentumot a végében borzasztó jó volt, hogy a kecske utána néz Attilának, a kecske belenéz a kamerába,
Mondott ezzel valami töltséggel? Na most ez, nem tudom, kinek jutott az eszébe a kecske este. Szóval, na most ez egy kicsit jól is. Kicsit jól is. Jóliságos, igen, mert az is lett vele. Tehát nagyon érdekes, hogy ez is egy lépés lehetőség. Hogy nem csak úgy kilépni, mint a tájképpel vagy a másik filmekkel, hanem ezeket az emberek saját magukat, amik bennük megvan, ezt valahogy a riport alany és önmagukat is belevéve a dologba, egy ilyen kettős, hármas, négyes létrehozni a kamera előtt. Tehát ez egy lehetőség, és ő, ezek az emberek vállalják egy kicsit a klámszságukat, a bohócságukat, ami nem baj, ami nem a sőt, de most ő aztól vagy, hogy állandóan jön hozzám és elmondja az ötleteit abszolút nincsen kidolgozva, tehát ez olyan, hogy nem is lenne. Ugyanakkor mégis az a nagy ebbe az egész dologban, és ezt tovább lehetne vinni, Gábor ezt nagyon mondom, hogy tovább lehetne vinni, mert mégis vállalja ezt a fajta bohócságot, és abban a pillanatban, hogy ő ösztönösen belép egy másik térbe, a másik tér az állatok tere, és a néző szabályig érdektelenné teszi, amikor csak úgy bemegyek, és hát tudod, mint a fehér nép, aki a magasabb cipőben belép, és hát itt vannak az állatok, nézzétek meg emberek, ez segíteni neked. De abban a pillanatban, ahogy belépek ilyen térben, hogy ja, és itt van valami, és akkor bemegyek, és látom az ő... És a kecskét az óriási, hogy Gyuri? Csak a kedről, amivel... Gyere, ne! Fölvállalja az állat, tehát érted? Tehát az állattal egy furcsa sámságot, érted? Ez fölvállalja, ez az izgalmas a dolog. Még nem izgalmas, hanem ő is fölvállalja azt, hogy ez csak... Tehát fölvállalom saját magadat, és hogy itt most te ebből, ha törik a szakad, valamit ki akarsz hozni. Valamit ki akarsz hozni. Én föl is vállalom. Igen. Na most, hogyha viszont nincs egy jó operatőr, akkor ez nem ér semmi. Megad volna egy jó operatőr, aki megy utánad, és szerintem, ha te bemész, mit tudom én, ugyanúgy a Juli, tehát érdemes bevenni ezekre a különböző szakterületekre, hogy a konyhába, a kertészetbe, a lovakhoz, stb. Mert itt mindig vagy fölrúgnak a lovak, vagy ott maradsz, vagy bemépsz, mindig történik veled, biztos, hogy történni fog valami, csak vállalt föl magad. Oké, fölvállalom. Ne találj ki semmit, legyen egy jó operatőr, és vállalt föl magad. Oké, fölfogom vállalom. A többiek, ez egy jó terápiás. Tuti siker, hogy viszi magával a kecskét is. Kecskével a föld körül. Jól tudom, hogy hol állat lett itt. Nem gratulálok mindenkinek. Szerintem is köszönjük szépen. Csak két mondat, mert még két perc és megkezdjük a 21. óráját az itt és most filmes napoknak. Tegnap 13 órától. Éjfélig és ma 10-től 19-ig, az 23, bennünk 21 óra. Negyedik alkalommal tartott ilyen sokáig, úgyhogy ötödikre szerintem valamit kell találnunk, vagy háromnaposra, vagy az első napot forgatás, és második nap már délelőtt kezdünk a vetítéssel. Ugye az a problémám, hogy voltak itt olyanok, akik először voltak, és most nem tudom, hogy milyen szájízzel mentek el, mert hogy először hallottak benneteket. Én negyedszer hallottalak benneteket, illetve hogyha az álmodtam egyet hozzáveszem, akkor ez már a 9. vagy a 8. alkalom volt. És azt szoktam volt mondani, hogy ha beül ide bárki, aki nem tudja, hogy miről szól a dolog, akkor megdöbben, hogy ez a zsűri földbe dönköli. Mit mond? Hogy mondja? Azt a rohadt élet. És tudjátok, hogy ez a jó? Mert hogy nem sértődött meg senki azok közül, akik visszajárnak. Lehet, hogy azok, akik már először voltak, azok most megsértődtek és nem jönnek legközelebb. De hogy ti
abszolút partnerként adtok olyan tanácsokat, amivel szeretnétek segíteni azokat, akik veszik ezt a fáradtságot, és eltöltik itt az időt, kamerákra szállítják, meg akarnak valamit mondani. Aztán az egy dolog, hogy mit látok bele ti, mit látok bele ők, mit látok bele én. De hogy ezt ennél őszintében nem lehet csinálni, és ezt, hogyha valaki nem érzi, hogy megsértődhet, viszont ha megérzi, akkor tudja, hogy ezt ő értük nekik, és nem magatoknak mondtátok. Tehát én csak nagyon így érdemes, szépen, bocsánat, csak így érdemes csinálni, de egyébként... Igen, ez így érdemes, de ez a világ, amiben mi élünk, ez nem mindig így működik. Mi itt megszoktuk egymás között, hogy őszinték, és főleg ők az őszinték. Mi ritkábban vagyunk őszinték, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó, és nagyon-nagyon-nagyon díjazandó, és ezért minden köszönetem a tiétek. Kevesen maradtunk. Én köszönöm a segítőknek, akik kitartottak, köszönöm a Gábornak azt a szervező munkát, amivel megcsinálta, és nagyon-nagyon köszönöm a dunakeszieknek és Zsuzsának, hogy velünk tartott, és így nem házi beszélgetés lett a vége. Bár a keszélyek is már számíthatjuk zsiraiaknak, tiszteltek zsiraiaknak. Én azt hiszem, hogy közel van május 4-e, június 4-e, mert hogy június 4-ig élünk. Hogy? A Függetlenség napja. Amerikában? Igen. De itt most állottam egyet, filmes nap lenne, és arra el kéne készíteni ezeket a filmeket. Úgyhogy mindenki dolgozzon serényen, hogy ez egy olyan kerek egész film legyen, aminél vagy meghallgatja a zsűri tanácsait, vagy nem, vagy még ő gondolkodik rajta, hogy hogyan alakítsa, és akkor hát több mint 14 filmmel találkozunk. Köszönöm szépen mindenkinek! Én ilyen vagyok, hogy voltam, bemegyek valahogy.